Jó estét kívánok, kedves nézőink! Szeretettel köszöntjük Önöket. Híreket mondunk. Kövér László. Kijelentette, hogy a Fidesz nem hajlandó részt venni az egészségügy szétverésében. Horváth Ágnes reagálásában kikérte magának az állítottakat, és megvédte a reformokat. Egy éves az összödi beszéd. A miniszterelnök szerint ez volt az elmúlt 20 év legszenvedélyesebb politikai vallomása. Afganisztán. A sivatagban szolgálatot teljesítő amerikai haderőknek az elmúlt időszakban tomboló állandó homokviak miatt a táborhelyükön lévő legkisebb lukat is be kellett tömni. Budapest. Két parlament dönőr kupa. Ki csillagon a tetején? Ott a csillagocskat. A független hírügynökség szerint az elmúlt időszakban történt rendőri túlkapások komolyan foglalkoztatják a közvéleményt. Azonban az a hír, amely szerint a K. Elvirát igazoltatás céljából megállító F. Tamás törzsőrmester a sértettet Marok fegyverének elsütésére kényszerített. Nem felel meg a valóságnak. Ismét Budapest. Parlament kupa, egy kis csillagon a tete. Gönc Kinga, külügyminiszter, tárgyalásokat folytatott amerikai kollégájával a két ország közötti vízumkényszer eltörléséről és a magyar gazdaság fellendítéséről. Agyáló, meg nem megdöglünk! Még mindig Budapest. Majd de kicsit házban nincs parlament. A parlament vadásztermében. Kormánypárti és ellenzéki képviselő közös ülést tartottak a több biztosítós rendszerről, mely igen barátságos hangnemben. Sport. De France kerékpáros verseny. Egyik német résztvevője tagadta, hogy bármilyen doppingszert szedett volna, ám a vizelet mint a száfolta kijelentését. Végül az időjárásról. Hazánkat az elkövetkezendő órákban nagy kiterjedésű melegfront éri el. Kora délután 25-30, hajnalban 10-15 fok várható. És egy legfrissebb hír közvetlenül adásunk előtt érkezett, miszerint újabb fejlődő ország küldöttsége érkezett hazánkba. Az ország vezetője nagy érdeklődéssel tekintette meg a tőlük távoli európai kultúrát. Györgyöt láthatták.